Jó estét kívánok, kedves nézők! Önök 2020-ban először látják a Fehérvár Televízióban a Bajnokok Városa magazint, és talán egy kicsit ilyen szimbolikusnak is tekinthetjük, hogy azzal a sportággal foglalkozunk, amely tényleg rengeteg örömet okozott a fehérvári szurkolóknak az elmúlt, most már véget ért évtizedben, és reméljük, hogy így lesz majd a következőben is, hiszen kosárlabdáról lesz szó. Igaz, hogy nem elsősorban a felnőtt kosárlabdáról, de talán áttételesen mégis, hiszen hogyha az utánpótlásban rendben van minden, és ott jó a koncepció és jók a szakmai munka jellemzői, akkor előbb-utóbb a felnőtteknél is lesz eredmény. Hát ebben bíznak nagyon sok helyen Magyarországon, nem csak kosárlabdában, de Székesfehérváron különösen, hiszen itt immár évek óta akadémiai elnevezésű és szintű képzés is zajlik kosárlabdában, és talán látjuk is már ennek első eredményeit, úgyhogy ennek apropóján is beszélgetünk mai vendégünkkel, Farkas Sándorral, az Albafehérvár Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójával. Jó estét! Jó estét! Szia, Sanyi, köszönöm, hogy itt vagy. Egyben örülök, hogy te vagy az első vendégünk az idén ebben a szép új díszletben, a Bajnokok Városában, mert hogy azért az tagadhatatlan, hogyha nem is a 2010-es évekhez, de azért az elmúlt évtizedekhez, ugye a te nevedhez is nagyon sok siker kötődik. Úgyhogy egy kicsit innen a végétől megragadva a dolgot, mennyire tekinted azt, amit most csinálsz, és ami most esetleg eredmény van egyenértékűnek azzal, amit egyébként már fel tudsz mutatni, úgy a felnőtt, mint a korábban az utánpótlás kosárlabdában? Hát én egyrészt nagyon örültem ennek a felkérésnek 2015-ben, amikor Balási elnök úr ezzel a feladattal megbízott, mert valahogy egyrészt a női szövetségi kapitányság kapcsán, ami ugye nem jött össze a 2015-ös EB miatt, ugye én elhatároztam, hogy innentől kezdve felnőtt kosárlabdával, se férfival, se nőivel nem fogok foglalkozni. Úgy igazából megfogadtam, és ezt be is fogom tartani. Ugyanakkor viszont az az egész élet tapasztalat, ami lerakódott bennem, az ebben a munkakörben, feladatkörben nagyon szépen hozható, és éppen ezért ezt teljes energiával, teljes erőbedobással, nagy hittel viszem. Most ugye tulajdonképpen a heti aktualitása annak, hogy beszélgetünk, az, hogy aláírtatok a Fehérvári Akadémia egy együttműködési megállapodást két fehérmegyei város kisebb kosárlabda egyesületével, utánpótlás egyesületével, a Sárbogárdival és a Dunaújvárosival, aminek a lényege nyilván, hogy egyrészt létrejöhet egy regionális központ, a gyerekek több lehetőséghez jutnak, ti szemmel tudjátok tartani az esetleg Fehérvártól távolabbi fiatalokat is, és hát nyilván ez szakmailag is mindenkinek gyümölcsöző. Mit tartalmaz egy ilyen megállapodás? Azért kérdezem, mert most tényleg ez az aktualitás éppen, illetve mennyire van jelenleg, vagy hol tart ennek a bázisnak a szélesítése, hiszen nem csak erről a két városról ugyan beszélünk. Annyiban kell visszamenni egy kicsit, hogy ugye 2017-18-as év volt az, amíg együtt voltunk a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia és az Albafehérvár. Ugye addig az volt a trend, hogy a 14 éves korig a Dávid Kornél Akadémiában vannak a gyerkőcök, és utána átkerülnek automatikusan az Albához. A szétválás, ami 2018-19-es bajnoki évtől indult, amikor már mind a ketten külön voltunk, ami körülbelül azt jelentette, hogy értsük, hogy akkor körülbelül 600 fővel működő egységes akadémia, abból az Alba körülbelül 400 főt veszített el, és nyilván a 14 év alattiakat, amihez azt kellett, hogy egy pillanatok alatt fel kellett építeni. Na, van, aki ezt 10-20 éven át építi fel, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy valójában másfél év eltelte után már több mint 600 játékosunk van, 30 csoportunk, 20 edzőnkből 7 főállású, tehát sikerült egy nagyon komoly mélypontról először is talpra állni, és ez azért is volt lényeges, mert például, hogyha nem lett volna az átmeneti állapot, hogy a velencei régióba nem lettek volna csapataink, akkor például az első csapat, a felnőtt csapat indulása veszélybe kerülhetett volna az NB1-ben. Tehát előírás van, igen, hogy mit, hogyan, merre, meddig kell csinálni, tehát egy borzasztó nehéz másfél éven vagyunk túl, de hát ugye ez is fokozza az emberbe azt a tenni akarás, tenni vágyat, hogy ez minél jobb legyen. Na most, mivel
Már tudjuk, hogy lesz egy új akadémiai elképzelése az országban, amit a napokban már itt-ott-tamott be is jelentettek, tehát, hogy 4 nagyon nagy központ lesz, akiknek az elszívó ereje borzasztó nagy lehet, már az anyagi lehetőségeik miatt is. Ezért nekünk, az úgynevezett kisebbeknek, nyilván egy nagyobb térségben kell gondolkodni. Ezért elkezdtük már, ugye, ahogy a Velencével, Várpalotával, az említett Sárbogár-Dunaújváros, hamarosan megkötjük Tatabányával is, és most más városokat nem akarok mondani a környéken, a szerződést, hogy minél szélesebb legyen a körünk, a merítési lehetőségünk, hogy egyszerűen ne legyen mennyiségi probléma, mert ha mennyiségi probléma van, valószínű, hogy utána abból nehéz lesz minőséget csinálni, ha nincs elég gyerek. És igazából ez azért is fontos, mert most csak mondok egy példát, hogy ma egy általános iskolai alsós első osztályban durván 15 fiú, én most fiúkról beszélünk, ugye, körülbelül 15 fiú van egy első osztályban. Ha most itt azért van nagyszerű foci, jégkorong, kosárlabda, kézilabda, atlétika, de most gondoljunk bele, hogy az a 15 fiúból hány olyan tehetséges, tehát hogy eleve, ha az ember nincs észnél és nem időbe gondolkodik, mert ugye a mi esetünkben is ugye már óvodáig levegyünk, hogy kedvet csináljunk a gyerekeknek, most nyilván nem a mindennapos kosárlabdázáshoz, hanem étvágyat felkeltsük az érdeklődésüket, szeressék meg ezt a játékot, mozogjanak, stb. Hogy későbbiekben aztán kis Lukács Norbik, Takács Ikrek, stb. Oda kerüljenek a felnőtt csapathoz. Hát biztos, hogy ez egy már matematikai alapon is valóban nagyon nehéz, hiszen tényleg Fehérváron a sportági konkurencia itt helyben is erős, és akkor még a régióról nem beszéltünk. Amit említettél, országos koncepció, ugye valóban nyilvánosságra hozták, hogy Debrecenben, Sopronban, Pécsen, illetve Budapesten lesz egy nagy, hát anyagilag is kellően megtámogatott akadémiai központ, vagyis Kelet-Magyarországnak, Nyugat-Magyarországnak, Dél-Magyarországnak és a fővárosnak lesz egy régió. De ezek önmagukban olyan nagy régiók, hogy én bennem azért fölmerül a kérdés, hogy Fehérvár, hát anyagilag nem is, de a jelentőségében, az elhelyezkedésében, a geopolitikai helyzeténél fogva nem alkalmas-e legalább annyira, hogy egy igen nagy régiót átfogjon, hiszen az itt környéken tanuló és tehetséges gyerekek azért nem biztos, hogy Sopronba akarnak menni, Pécsre menni, Debrecenről ne is beszéljünk. A főváros lehet még nyilván irány, de fővárosban eleve 2 millió ember meg az agglomeráció, tehát az már önmagában egy óriási tömeg. Tehát, hogy nem hiányzik szerinted ebből a koncepcióból azért valahol egy közép-magyarországi, akár Fehérvár kritériumainak megfelelő bázis? Mivel ez úgy gondolom politikai kérdés, és apukámnak a halálos ágyán azóta kérés, hogy azzal ne foglalkozzak, erre a kérdésre nem válaszolok. Jó, értem. Viszont maradva akkor annál a koncepciónál, amit ez az együttműködés is jelez, nektek azért a lehetőségetek ezek szerint megvan, hogy elérjetek kisebb olyan bázisokat, ahonnan akár persze egy csiszolatlan gyémánt is előkerülhet. Mégis meddig gondoljátok ezt terjeszteni? Mennyi az az ideális létszám, amivel most foglalkozni tudtok? Hát ahogy említettem az előbb, hogy ugye jelen pillanatban itt ezzel a velencei régióval és Székesfehérvárral van több mint 600 gyerkőcünk, és ugye ebből most már elértük a megfelelő mennyiséget is, mert más nem mondok, de ez a úgynevezett Palánta program, ami az általános iskola alsó tagozatos osztályaiból indul, hogy ott nekünk 17 csoportunk van, tehát már önmagában ugye ez mutatja a piramisnak az alját, és hát ugye végül eljutunk, már nem akarom annyiszor emlegetni, de az NB1-ben lévő játékosainkig, ahol szerintem az országban nem nagyon van még egy olyan klub, ahol 8-9 saját nevelésű játékos van a közvetlen a felnőtt csapat környékén, amelyikből 2-3 még játszik is. Tehát ez a mostani helyzet. Azzal, hogy a régiót bővítjük, azzal én azt gondolom, hogy olyan maximum 1000 főig tudunk el, tehát a régióból még durván 400 gyerkőcöt próbálunk majd figyelni. Ebből nem mindenki fog úgy tartozni, hogy tehát albás edzők tartják az edzéseket, vagy,
vagy alba színekben versenyeznek, hanem inkább az lesz, hogy támogatjuk őket a mindennapi munkában, és azok a gyerkőcök, akik tehetségesebbnek mutatkoznak, meg nekik is van egy ilyen igényük, azokat úgy általában, amikor az általános iskolában, a középiskolában a lépés pillanata van, akkor szeretnék meggyőzni őket, illetve ők maguktól szeretnének Fehérvárra jönni, hogy nyilván megteremtjük ennek a lehetőségét. Tehát így lesz majd a mennyiségből minőség, de egy nagyobb térséget kell felölelnünk, már az említett 4 akadémia elszívó ereje miatt is. És ez persze azt is magával hozza, hogy ezeknek a gyerekeknek ugye nem csak a pályán kell tudni alternatívát adni, hiszen említetted, hogy az iskolai váltásoknál, és itt azért nem csak az általános középiskola, hanem még inkább a továbbtanulásnál, a középiskolából kinövő 18 éves korosztálynál mindig jelentős volt, hogy ezek általában elmentek utána Fehérvárról, hiszen itt nem találtak megfelelő mondjuk tanulmányi lehetőséget. De hát, ha jól tudom, akkor nálatok most gyakorlatilag egy ilyen életút modell is éppen kiépülőben van, ami pont azt célozza, hogy a fiatalok Igen. gyerekkortól egészen a felnőtt Igen. korukig ilyen értelemben is megtalálják a számításukat. Igen, ez ugye most indítottuk, tehát még nagyon kevés tapasztalatunk van, de az a kevés az nagyon jó, mert Salgótarjántól egészen Győrig, tehát vannak olyan családok, amelyek ugye kis túlzással tudják előre, hogy a gyerekükből most, hogy az általános iskolát elhagyta, tudja, hogy mondjuk műszaki érdeklődésű a gyermek, akkor ide melyik középiskolába kell beiratni, ebből a középiskolából a egyenes út vezet mondjuk az Óbudai Egyetem valamilyen műszaki szakára, onnan egyenes út vezet, most hagyjuk ki azt, hogy élsportoló, mert lehet egy sérülés, vagy bármi, tehát élsportoló, örülünk Igen. mi annak, hogy 18-19 éves korában ott van a felnőtt csapatnál, de ha nem, akkor jön az, hogy az Óbudai Egyetemről olyan vállalathoz kerül, akivel szintén az egyetemnek is, nekünk is kapcsolatunk van. Ugye ez a duális képzés nagyon jó megoldásnak tűnik, és ilyen szempontból mi 11 általános iskolával, 4 középiskolával, és ugye az itt a városban működő egyetemekkel vagyunk nagyon szoros kapcsolatban. Igazából ez jelenti az élet. Pályaprogramot, aminek a vége vagy leszel egy nagyszerű, kiváló kosárlabdát válogatott NB1-es, ha valami baj van, akkor viszont szerencsére Székesfehérvár körülvevő vállalatok és az egyéb lehetőségek olyanok, amelyek egy családnak, egy szülőnek már 14 éves gyerekénél egy nagyon komoly előrelátási lehetőséget biztosít. Ez, ha elterjed, én szerintem még nagyobb lesz a hatása. Igen, a szülőknek is nyilván nagyon jó, hogyha hosszabb távon látják biztosítani a lehetőséget a gyerekeknek. Az edzőkről beszéljünk, egy kicsit említetted, hogy van 7 főállású és számos egyéb edzőtök, és mielőtt itt elkezdődött a beszélgetés, épp arról cseréltünk eszmét, hogy hát ugye te is hajdani pedagógusként pontosan tudod, hogy az edzőnek főleg utánpótláskorban elképesztően fontos szerepe van, legalább annyira az emberi, mint a szakmai oldalát tekintve. És akkor, amikor azt halljuk, hogy például a kiemelt státuszba kerülő Debreceni Akadémia éppen 60 edzőt szeretne szerződtetni, vagy keresi, akkor azért a felmerülés a sportág jövője szempontjából is kulcskérdés, hogy van-e ennyi jó szakember Magyarországon. Te mennyire látod jelenleg ideálisnak a helyzetet, természetesen az ittenit is beleértve? Ugye én azt szoktam mondani, hogy utánpótlásban 100%-ban minden az edző múlik, tehát ha nincs labda, nincs terem, nincs semmi, akkor bujócskázzanak a parkba. Ha egy edző, akit nevezzük pedagógusnak, tanárnak, de még annak sem kell, aki a gyerekeket szereti, azt a gyerkőc az pillanatok alatt megérzi. A kisebb gyerek a szeretet, és később az idősebb gyerek már a tisztelet, és sok egyéb olyan dolog, hogy olyan kamaszkor környékére egy igazán jó tanárpedagógus az a kamaszkorú gyereknél például nagyobb figyelmet igényel, mint a szülő. Tehát én magam is átéltem azt, hogy millió egy családnak segítettem annyi idős korban, amikor a gyerekek kamaszok voltak, mert hogy én el tudom intézni, a szülő nem tudja elintézni. Tehát és
Most mondhatnám én azt, hogy ez nem biztos, hogy ezt lehet tanítani. Valakiben vagy megvan az az érzés, hogy ezt az egészet imádja és szeret, és kisugárzik belőle, mert azt a gyerek, de a család, a szülő is átveszi ezt az egészet, akkor neki sokkal könnyebb. Bármire megtaníthatja a gyereket, bármire. Ha valami ilyen szikra hiányzik, akkor minden sokkal nehezebb. De minden szakmában vannak különbségek, tehát a művészek között, a színészek között, a szobrászok között, az orvosok között, ez mindenhol megvan. Nagyon fontos a szakmai tudás, de hogyha nincsen mögötte, és mivel itt emberekről, kicsi emberekről, nagyobb emberekről van szó, ha alapvetően nincs meg az emberben ez a képesség, adottság, akkor akármennyire erőlködik, nem fog menni. Na és megvan? Tehát a kérdés az, hogy van-e a megfelelő mennyiségű szakember. Nem megfeledkezve arról sem, hogy minden mellett, amit említettél, ahogy fejlődnek természetesen, ugye szakmailag is sokat kell átadni nekik. Igen, hát ugye ez a OK és egyéb képzésekkel eléggé felhigult ez a rendszer. A maga a TAO rendszer, ami óriási segítség az utánpótlásnak, de ugye ennek is megvannak a maga olyan buktatói, hogy ez a felhigult mezőny, tehát, nem feltétlenül alakul ki egy olyan versenyhelyzet, hogy mondjuk, ha nem úgy dolgozom, vagy nem úgy csinálom, akkor kirúghatnak, hanem akkor legfeljebb megyek egy másik helyre, vagy nem tudom, tehát ilyesmi is van, bár ez is megint olyan dolog, hogy ha már egy utánpótlás edzőnél ilyesmi van, akkor inkább ne is kezdjen bele. Nehéz kérdés, és én azt gondolom, hogy mi rajtunk, akik ilyen idősebb, már bocsánat, már 63 elmúltam, tehát nekünk nagyon nagy felelősségünk van, akik valaha valamit letettek, vagy esetleg felnéztek rájuk valamikor, hogy azt a tudást átadják. Csak ugye van ennek egy másik oldala is, hogy az embernek vannak olyan érzése, hogy nem is biztos, hogy ők valaki ezt akarja. Tehát ez megint ugyanolyan, mint az első mondat volt, hogy szívom-e magamba azt, hogy ellessek mozdulatokat egy másik edzőtől, vagy ilyesmi, vagy különösebben nem érdekel. Az ember ugye nem akar tolakodni, nem akar okoskodni. A mai kor embere egy kicsit olyan, hogy nem veszi ezt esetleg olyan jó néven. Úgyhogy nagyon nehéz. Én nagyon szeretnék segíteni, meg minden egyéb, de erőlködni nem szeretek. Hát értem én, hogy elsősorban arra célzol, hogy a fiatal vagy az újabb edzőgenerációnak is lenne mit tanulnia még, és nyilván aztán nekik kell átadni ezt a tudást. Minden esetre azt látjuk, hogy itt Fehérváron, hogy most ebből a rendszerből, vagy már hosszabb távon ide jönnek ki olyan gyerekek, akik most megint ilyen remény csepegtetnek kicsit a szívekben. Nyilván mindig szerencse kérdései, hogy van egy jó generáció. Ugye jelenleg jó 20-as csapat előzőleg 2 éven át gyakorlatilag végigverte az országot a különböző korosztályokban. Most is elég jó, közülük már többen ott vannak a nagy csapatnál, vagy éppen hosszú szerződéssel rendelkeznek. Jó csillagzat ez most? Azért ismerünk sportágokat, ahol volt, hogy egy-egy generáció váratlanul egészen szikrázó tehetségeket adott. Igen, ez egy csodálatos generáció. 2015 óta 5 bajnoki aranyat nyertünk. Volt év, amikor kadettba és juniorba egyszerre voltunk bajnokok. Jelen pillanatban is úgy állunk, hogy az U20-as csapatunk abszolút első a bajnokságban, úgyhogy a második helyen lévő csapat az 2-3 vereséggel van tőlünk lemaradva. Aztán a junior bajnokságban az U18-asoknál, a nyugati meg keleti csoportra van egyelőre szedve 2x8-as csapatokra a bajnokság. A keleti csoportban is szintén elsők vagyunk, és ugye az első 4 fog majd vagy tovább jutni, és ott sem viszünk vereséget. Az U20-ban is egyetlen egy vereségünk van. Tehát ha ezt nézzük, akkor ez is mutat valamit. De nyilván ennek az egésznek a fő erénye az, hogy ezekből a társaságból a már említett
7-8 emberke ott van a felnőtt csapat környék. És igazából az utánpótlás nevelésnek mindig két célja van. Az egyik a megszeretetni a kosárlabdát, a mozgást, a minél többen sportoljunk, kosárlabdázunk, a másik meg jussunk el az élsportig, legyen a lehetőleg a saját klubunknak a játékosa az itt felnövekvő gyermek, vagy legyen felnőtt válogatott, vagy legyünk büszkék Hanga Ádámra, stb. Hát a kérdés az, hogy kire leszünk majd, vagy leszünk-e, tehát mennyi esélyt látsz, hogy mondjuk ezek közül a fiatalok közül egy 2-3 év múlva többen rendre a kezdő csapatba kapjanak lehetőséget. Jövőre, ha innen nézzük, akkor igen komoly helyzet előnyben lesz az Alba, hiszen ugye bejön a 23-as szabály, tehát egy fél időn át muszáj lesz ezeket a gyerekeket pályán tartani, vagy közülük mindenkit, nem biztos, hogy mindenhol van ilyen merítés. Nem, ez biztos. Ebben körülbelül 4-5 éves előnyben vagyunk szinte minden egyes klubbal szemben, mert ahogy említettem, nálunk 7-8 játékos van, és még egyikük sincs 19 éves se. Tehát most gondoljunk bele, 3-4 éven keresztül váltogatva. Az lesz a fő gondunk, hogy hogyan menedzseljünk ennyi emberkét, hogy ugye eljussanak ők is a mi csapatunk NB1-es szintjére, hogy ott legyenek majd játékosok. Erre már most törjük a fejünket, hogy valamit ki kell majd találnunk. Mert ugye legtöbbjüknek hosszú távú szerződése van, igen, már most, igen, az Albával. Itt a beszélgetés vége felé azért nem állom meg, hogy egy kicsit arról is kérdezelek, ami nyilván most a szurkolókat az évelején legjobban foglalkoztatja, milyen év lesz ez, milyen sikerekben reménykedhetünk. Az előző idény azért nagyon borzasztó emlékű lett a maga rossz helyezésével, de hát akár ezeket a fiatalokat elnézve, végül is talán mondhatjuk, hogy most nem állunk annyira cudarul, ugye itt az alapszakasz felénél. Bízol-e benne, hogy ez most egy sikeres év lesz? Hát egyrészt muszáj 1-4-be kerülni, én úgy gondolom. Hát mindenféleképpen valahogy vissza kell szereznünk a becsületünket. Én azt gondolom, hogy a Falkó, Körmend, talán Paks és talán mi. Én bízom benne, hogy ebben a négyesbe és talán ez lesz a legjobb négyes. Persze ez csak egy ilyen utánpótlás edző jóslata, tehát most én ebben nem vagyok annyira benne. Azt nem fogadtam meg, hogy véleményt sem mondasz a felnőtt kosárlabdáról. Hát ennyit mondanék, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne négybe jutni, ezt nyilván tudják a fiúk is, az edzők is, mindenki tudja, úgyhogy én bizakodom, és abban is, hogy négybe jutunk, sőt, én Falkó Alba döntőt várok. Köszönöm szépen, ezt eltesszük akkor most így archívumba, és majd megnézzük akkor nyáron, hogy sikerült-e. Sanyi, természetesen mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönöm erre az évre is, illetve a továbbiakra, és hát kitartást, mert azért még sok munka vár rátok itt a kosárlabda utánpótlásban Székesfehérváron is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést, a kedves nézőknek pedig a figyelmet, és tartsanak velünk a továbbiakban is, immár ebből a gyönyörű szép megújult stúdióból sok műsorra jelentkezünk még. Viszontlátásra.